A Fejér megyei hírlap és a feol.hu olvasói két héten át voksolhattak Fejérvár megye kiválóságaira. Több ezer voks érkezett a jelöltekre, a kategóriák győzteseit a Hímerház báltermében köszöntötték. Sikerült már úgy előkészítenünk ezeket a jelöltetések és szavazásokat, hogy 240 ezer feolos olvasónk, illetve userunk, úgy hívják, a szakma így hívja, van. Tehát egy elég nagy merítésből tudtuk ezt előkészíteni, és ez egy nagyon jó dolog egyébként, hogy az emberek akarnak kedvenceket. Az év embere 2022 közönségdíjat Őrsi Ferenc ipari formatervező vehette át. Pályája az Ikarusz gyárban indult, de több nagyneves autóbuszgyártónak, többek között a Csillagos márkának is dolgozik. Dolgoztam más nyugati cégeknél is, nem említenék most neveket, ugye nehogy reklám legyen belőle. Óriási feladatokat kaptam ott is, hiszen volt, ahol nulláról kellett elindulni az autóbuszgyártásnak, de a 22 év az Ikaruszban az egy nagyon kemény és nagyon jó iskola volt, hogy utána az ember külföldön is sikeres legyen. Őrsi Ferenc elárulta, munkájában inspirálja a zene, másik nagy szerelme a búvárkodás. Erről val hamarosan megjelenő Cápák és Ceruzák című könyvében. Az év sportolója 2022 közönségszavazáson négy kategóriában várták a szavazatokat a jelöltek. A legjobb női sportolónak járó díjat Nagy Evelinnek, a Fehérvár KSE ifjúsági magyar bajnok ökölvívójának ítélték oda az olvasók. Nagyon meglepett, nagyon-nagyon zavarba voltam, meglepett, amikor láttam, hogy kik a nevezettek, és hogy utána mennyien szavaznak rám, az meg rettentően jól esett, és nagyon-nagyon örülök neki. Távlati célok, nagyon szeretnék felnőttben nemzetközi eredményeket elérni. Elsősorban a 28-as olimpiára készülünk. Nagyon jó lenne, szeretném, hogyha az összejönne, és hogy tudnám ott képviselni Magyarországot. A legjobb női csapata a Molfehérvár FC női labdarúgó csapata lett, amely tavaly története során először feljutott az NB1-be. Hatalmas megtiszteltetés, hiszen történelmet írtunk, hogy feljutottunk NB1-be, illetve nagyon nehéz itt helytállni, de úgy gondolom, hogy ha szerzünk egy kis tapasztalatot, akkor sikeresek leszünk ebben a bajnokságban. A legjobb férfi csapatnak a tavaly az osztrák jégkorongliga döntőig menetelő Hydro Fehérvár AV19-et választották a voksolók. A legjobb férfi sportolónak járó díjat Dévai Márk, a Trion SC válogatott triatlonosa vehette át.